Szegedtől elszenvedett vereség után továbbra is a tabella harmadik helyén áll a gödöllői Bikák futsal csapat. 2013. január 1-től az óvodák kivételével általános szabályként állami fenntartásba kerültek az oktatási intézmények. Egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a besurranásos lopások és talán a betöréses lopások is. 165 éve vonultak az utcára a márciusi ifjak, hogy kivívják a jövő nemzeték szabadságát. Stábunk két településen rögzítette a megemlékezést.